Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. A mai képzésünk körülbelül egy másfél órát fog igénybe venni, és tegeződve szoktuk tartani a képzést, képzéseket, és reméljük ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki kortól nemtől függetlenül tegezi egymást. Mi Porcsamán élünk a férjemmel, házasságban két kisgyermekünk van. A PPA előtti foglalkozásom az ugye informatika volt, tehát számítás technikával foglalkoztam. Ma már a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. És ugye miért kezdtem a Nyílt Akadémián tanulni? Amikor az első előadást megláttam a Szedlacsik Miklós mesterkócstól, akkor volt egy olyan érzésem, hogy ez lett az a hely, ahol minden olyan fontos dologra van tudás az ember és az élet működésével kapcsolatban, ami nekem megoldás lehet az életemre. És ez nekem ugye szimpatikus volt, és az szimpatikus volt számomra, hogy egy helyen megkaphatok minden fontos megoldás, módszert, tudást. És én ezért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni elsősorban, és ezen kívül nyilván megtetszett az is, hogy a személyiségemet is tudom ugye fejleszteni, és azáltal tudás, módszer, megoldások által egyre jobb emberre tudok válni, és egyre jobb mintát tudok ezzel ugye másoknak mutatni majd. És annak idején én ezért kezdtem el. Az én PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, és mára viszont már csak a PPH tanulói csapat szervezéssel foglalkozom. Én azért kezdtem el tanulni a Nyílt Akadémiánál. Férjemet mondandóját kiegészíteném azzal, hogy mi is előtte az interneten kutattunk, kerestünk, hallgattunk különböző előadókat, kerestünk válaszokat, megoldásokat problémáinkra, de igazából nem sok sikerre. Így van. És mikor rátaláltunk a PPH-ra, és Szedlacsik Miklós mesterünkre, akkor nekünk az olyan megnyugtató volt, hogy tőle mindenre megkaptuk a választ, amire csak szerettük volna. És olyan megoldásokat, olyan válaszokat kaptunk tőle mindig, amivel sikerült megoldani az adott dolgot. És mikor így beszélgettek, megbeszélgettem emberekkel, és mondják, hogy ó, hát ők az internetről, innen-onnan ezt is hallgatnak, azt is. És már mosolygok rajta, hogy de minek, mikor itt nálunk minden egyben megtalálható. Minden kérdésre választ kapunk, minden problémáinkra megoldást kapunk. Hálakodunk, van segítség. Itt teljes mértékben segítséget kapunk. És elakadás az mindig van, előbb-utóbb legalábbis. Igen, van, de a segítség az mindig érkezik, és mindig támogatva vagyunk. A mesterünk által is, és a fentiek által is. Csodálatos érzést tapasztalni azt, hát már mondhatom azt, hogy szinte nap mint nap, hogy mennyire segítenek és támogatják a munkánkat a fenti segítőink, és mikor adódik egy helyzet, akkor mindig köszönetet mondok, hogy igen, köszönöm, tudjuk, hogy segítettetek, és ha esetleg egy negatív helyzet adódik, abból az is segítség, mert letértünk az útra, egy picit elkalandoztunk,
aztán így segítenek vissza térni a helyes útra ezáltal, és nagyon, nagyon hihetetlenül csodálatos érzés azt megtapasztalni, hogy mennyire támogatnak minket, mennyire figyelnek ránk. Így van. A másik pedig az, hogy ilyen szintű támogatás, szeretetet, segítséget, megértést, tudást sehol a világon nem találtunk eddig, és nem is fogunk. Mert miért is keressünk, mikor mióta itt vagyunk, azóta egyre boldogabb, egyre csodálatosabb az életünk, és egyre több embernek is tudunk ezáltal segíteni. Ahogy minket segít a mesterünk, úgy idővel mi is szépen lassan át tudjuk adni azokat a dolgokat, ami azoknak az embereknek, akik minket megkeresnek. És szerintem ettől nagyobb, nemesebb feladat, cél nincs az életben. Tehát amit tanultunk, azt tovább tudjuk adni. Igen. Másoknak. És látjuk a boldogulását másoknak. A tudás által. Így van. Szeretném még valamit mondani? Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen érte el piacvezetői szintet, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudást terén a legtöbb információt képes átadni a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten a legkésőbb 2035-re létrejövő aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szalacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. Köszönjük! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világunk, hogy tetszik nektek? Nem tetszik? Ebben a teremben nagyon jó, az biztos. Aranykori körülmények. De ugye nem a teremről volt szó, hanem a világunkról, amiben élünk. Hát érdekes világban élünk, hogyha végig gondoljuk. Kezdjük azzal, hogy sokan gondolják azt, hogy túlélés, hogy a minél több pénzköltés az életük értelme. Pedig ez egy eléggé magas szintű tudatlanság. De hát ugye a tudatlanság az nem bűn, csak kellemetlen. Mert ugye a tudatlanság az lelki és fizikai fájdalmat tud okozni. Mondok példát, jó? Tehát a tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a az pszichoszomatikus eredetű. Az azt jelenti, hogy a psziché megbetegeti a szomát, vagyis a lélek megbetegíti a testet.
Úgy is lehetne mondani valaki, nem hisz a lélekben, hogy a gondolkodásod megbetegíti a testedet. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy az embernek milyen a gondolkodása. Most az embernek a gondolkodása az jó, akkor kevesebb a betegség. Az embernek a gondolkodása nem jó, akkor sok a betegség. Mi az, hogy jó gondolkodás, vagy kevésbé jó gondolkodás, vagy rossz gondolkodás? Ez azt jelenti, hogy mennyire teremtő a gondolkodásod, mennyire pozitív a gondolkodásod, mennyire segíti az életed jobbulását a gondolkodásod, mennyire tudod a gondolkodásoddal a céljaidat megvalósítani, mennyire tudod a családod céljainak a megvalósulását segíteni a gondolkodásoddal. Tehát a gondolkodás az meghatározó, és ha az embernek helyes a gondolkodása, akkor nem betegíti meg a testet. Mert ugye, de hát miért betegíti meg a gondolkodásunk a testet? Mondok példát, jó? Tehát az ember immunrendszere az úgy működik, ahogy gondolkodik az ember, az adott személy. Az azt jelenti, hogyha helytelenül gondolkodik az illető, tehát tele van negatív gondolkodással, akkor az azt jelenti, hogy az immunrendszerének a védekező mechanizmusa az nem úgy működik, ahogy kellene. És mindig azt látom, mióta tanulmányoztam ezt a kérdést, hogy a gondolkodás hogyan betegíti meg az embereket, mindig arra jöttem rá, hogy a betegségből gyönyörűen vissza lehet következtetni arra, hogy az adott illető milyen területen gondolkodik helytelenül a saját életében, tehát a saját életterületen, a saját élethelyzeteiben. És ez tökéletesen illeszkedik, mert mindig, mikor ilyeneket nézek, az adott illető mindig ráismer arra, hogy tényleg, hát ezen a területen nem helyes a gondolkodásom. És ez azt jelenti, hogy most gondoljátok végig, hogyha a gondolkodás ilyen hatással bír az emberi szervezetre, tehát az emberi immunrendszerére, az ember szervezetére, hát akkor itt vannak összefüggések a gondolkodásunk és a fizikai egészségünk, vagy a fizikai működésünkkel kapcsolatosan. És itt nem csak olyan dolgokra kell gondolkodni a betegségeknél, ami tipikus betegség, hanem olyan dolgokra is gondolni kell, ami esetleg nem tipikus betegség. Például a kopások, azok nem tipikus betegségek, az látszólag annak az immunrendszerhez semmi köze. Mert ugye hát az illető, mint ami megerőltette a bizonyos testrészét mondjuk, és mit tudom én mondjuk a térdízületeit, és ezáltal elkoptak a térdízületei. De hát akkor hogy van az, hogy adott helyzetben, tehát hasonló dolgokat él meg két ember, nagyon hasonló dolgokat, és az egyiknek elkopik az ízülete, a másiknak meg nem kopik el az ízülete. Hát akkor mind a kettőnek el kellene kopni, akkor ezt megmagyarázzák azzal, hát más a két ember, teljesen más a két ember, mások voltak a szülei, és akkor így elkezdik magyarázni, hogy a bizonyítványt úgy is lehetne mondani. Tehát nem azt nézik, hogy gyakorlatilag más a gondolkodása a két embernek, hanem azt nézik, hogy mit tudom én, mit mások voltak a szülők, és ezáltal más törököltek. Ugye milyen egyszerű ráfogni a különböző állapotokat, a különböző betegségeket. Hát arra, hogy ezt hát az öröklöttes, ezt hoztad, hát a szülődnek is volt, akkor óvatatlan, és neked is legyen. Milyen egyszerű megoldás ez, nem? Csak most gondold végig, az ember mit tud kezdeni. Tehát azt mondták, hogy na most a apád is, vagy az anyád is szívinfarktusban halt meg. Akkor ne csodálkozz, hogy neked is van szívinfarktus. Kész. És ne csodálkozz, hogy mondja, abban halsz meg, hogy szívinfarktusod lesz neked is. Csak most mondtam egy dolgot. Tehát az apád is, vagy anyád is gyenge szívű volt. Tehát akkor mit csodálkozz azon, hogy te is gyenge szívű vagy.
biztos találkoztatok ilyenekkel, nem? Tehát ez milyen magyarázat? Tehát mi a megoldás? Gondold végig, az orvostudomány olyan dolgokat próbál megmagyarázni, amire nincs megmagyarázás. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs megoldás pontosabban. Van megmagyarázás, csak nincs megoldás. Tehát mintha direkt olyan dolgokat mondanának, amire nincs megoldás. Tehát arra nincs megoldás, hogy mit tudom én, te abba fogsz meghalni, érted? De ilyen megoldás nincs. Tehát ez, és akkor, mert a édesapád vagy édesanyád is abba halt meg, akkor bármit csinálhatsz, abba fog meghalni. Na most ez úgy működik, szeretnék egy történetet ezzel kapcsolatban, egy rövid történetet elmesélni. Édesapámat 29 éves korában megműtötték, kivették a lépét, és akkor azt mondta az orvos, hogy a lép hiányától még egy nyugodtan elélhet 30 évet. Mit gondoltok, mikor halt meg? 59 éves korában, érted? És miért akkor halt meg? Mert az orvos nem szólt volna egy szót se, érted? Akkor lehet, hogy még édesapám mai napig is élne, ki tudja. Vagy nem abban halt volna meg, amiben meghalt. Tehát gyakorlatilag ő beprogramozta azáltal, hogy meddig fog élni, amit az orvos mondott neki, és pontosan addig élt, ameddig az orvos mondta neki. Világos ez? És közben senki nem mondta, orvos, semmilyen orvos, hogy hát ez élhet 50 évig is akár ebben, vagy 60 évig is élhet ebben. Érted? Ebben a szervhiánnyal. Világos ez? Senki nem mondta neki. Na most, és pont addig élt, ameddig az orvos mondta. Tehát az orvos az nem egy jós tehetség, érted, hogy pontosan meg tudja jósolni, hogy egy ember hány évig fog élni. Azt lehet, hogy meg tudja jósolni, hogyha egy embernek egy hete van hátra, hogy egy hét múlva meghal. Érted? Vagy egy héten belül meghal. De az, hogy én még nem láttam olyat, hogy egy orvos 30 évre előre meg tudná jósolni, hogy ki mikor fog meghalni. Tehát itt ez nem orvosi jóslat volt, hanem gyakorlatilag egy beprogramozás, ami azt jelenti, hogy apu beprogramozta azt, hogy avval kapcsolatban, ami történt vele, az orvos hatására, hogy meddig fog élni. És gyakorlatilag nem is abban a betegségben halt meg, hanem tüdőgyulladásban halt meg. Milyen tüdőgyulladásban? Hát volt neki egy generált olyan fajta dolga, hogy hosszabb időp keresztül hőemelkedése volt. És ha megcsípte valami, és a szervezete nem kellőképpen védekezett, mert el volt gyengülve az immunrendszer emiatt az állandó hőmérséklet emelkedés miatt, és az immunrendszerrel egyengült olyan szinten ugye nem tudott ellenállni ennek a csípésnek, hogy kórházba kellett kerülnie. És ugye ő világ életében nagyon szerette a hideg üdítő, vagyis a hideg italokat, bármilyen hideg, tehát sörbe is csak hideg, borba is csak hideg, üdítőbe is, vízbe is csak hideg, imádta az hideget, és gondold végig állandó hőmérséklet emelkedés mellett, gyakorlatilag mit csinált? A kórházban fogta, ment a büfében, és hideg üdítőt ivott. És mi történt vele? Tehát jéghideg, hűtőből származó üdítőt, érted? Gyakorlatilag azt csinálta, hogy leforrázta a tüdejét. Érted, mi behalt? Mert egyik nap még arról beszéltünk, hogy hova mennek nyaralni azon a nyáron, ez egyébként május volt, tehát május teljesen jó idő, tehát ilyen 30 fok körüli hőmérséklet májusban, és jó ki volt melegedve, stb. Mindegy, egyik nap még arról beszéltünk, hogy hova mennek majd nyaralni az idén, ez ugye 2020-ban volt, hát nem az idén, hanem 2000-ben volt, hogy akkor majd hova mennek nyaralni, ott volt anyu is, hallotta, másnap meg már meghalt, érted? Mibe? Tüdőgyulladásba. Ennyi. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy teljes egészében elintézte azt, hogy meghaljon. Világos ez? Ennyi. És ez nem volt tudatos, nem, hogy valaki azt gondolja, hogy bármi tudatosság lett volna, szépen ő
betette a saját tudatalattiába, hogy neki meddig kell élni, illetve miután már nem kell élni. Anyunak is mondta közben, hogy hát tudom, hogy túlélsz, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Ja? Anyu meg még ebben erősítette is. Tényleg, komolyan. Ja? Na szóval, úgyhogy érdekes világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy hát minden véletlen műve, legalábbis az emberek jó része, nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, az emberek jó része azt gondolja, hogy véletlenül történnek vele dolgok. Véletlenül egy betegség, véletlenül egy baleset, véletlenül egy probléma. És ez soha nem véletlen. Tehát se a családi problémád, se az anyagi problémád, az nem véletlen. Se a betegséged nem véletlen. Se a baleseted nem véletlen. Milyen jó lenne, hogyha az ember tudna előre arról, hogy minek mi a következménye, nem? És akkor azokat a dolgokat nem tenné meg, aminek az a következménye. Hogy? Oké? Okay? Bármi legyen az a hogy. Tehát az ember tudja, hogy a hogy mögött mi van, akkor nem teszi azt meg, hogy az a hogy ne jöjjön létre. Világos? Vagy az a hogy utáni rész ne jöjjön létre. Szóval, hát az emberek erről nem nagyon tudnak, ez nehogy azt higgyétek, hogy ez nem egy valóságos tudás. Tehát ez olyan jellegű valóságos tudás, hogy az emberiség régen odáig, hogy ókor, méghozzá ugye Egyiptom és alexandriai könyvtár, tehát addig az emberiség tisztában volt azzal, hogy ilyen szinten az ember hogy működik. Tehát, hogy minek mi a következménye az életben, milyen gondolkodásnak mi a következménye, milyen cselekedetnek mi a következménye. Az emberek ezt pontosan tudták, nyilván nem mindenki, de egy jelentős százaléka a lakosságnak tudta, a legszegényebb rétegek nem tudták, de az a fölötti rétegek tudták. Addig, míg úgy gondolták a hatalom, hogy felgyújtják az alexandriai könyvtárt, hogy ez a tudás, ez tovább ne menjen az emberiség számára, és az emberek tudatlanokká váljanak. Nyilván egy darabig még ment szülőről gyerekre, és de hát egy idő után ez az egész ellaposodott természetesen, és ennek az lett a következménye, hogy az ember nem rendelkezik azzal a tudással, ami ezzel kapcsolatos. És ugye van olyan nagyon kis százaléka az emberiségnek, amely természetesen azoknak az utódai, illetve azoknak az elődei, akik most vannak, ugye gyújtották föl az alexandriai könyvtárat, azoknak az utódai pedig rendelkeznek azzal a tudással valamilyen szinten, de hát ugye ez egy szűk réteg a Földön, és azért használják arra, hogy ne tehát azért használják azt, hogy ne tudják az emberek a tudást, mert hogyha egy embert nézünk, aki tudással rendelkezik, az nem manipulálható, minél kevesebb tudással rendelkezik valaki, annál könnyebben manipulálható. Ezt nem kell nekem elhinni, felőlem te azt hiszem, amit akarsz, jó? És úgy éled az életedet, ahogy akarod, nekem aztán teljesen mindegy. Én nem akarok semmire rábeszélni, én tudom, amit tudok, te meg tudsz, amit tudsz. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy én úgy gondoltam az életemben, hogy én tudni szeretnék dolgokat, és nem akarom a véletlenre bízni a dolgokat, de ez véletlen nincs a Földön, tehát az életedben bármilyen problémád volt eddig, az soha nem a véletlen műve volt, ezt sem kell elhinned, nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel, meg miben hiszel. Világos ez? Tehát abban hiszel, amiben akarsz. Tehát az a lényeg, hogy az ember az vagy tud, és boldogul, vagy nem tud, és nem boldogul. Oké? Okay? Na most mondok példát, te azt gondolod, hogy a gazdag emberek boldogok. Mutass nekem egy gazdag embert, aki boldog. Jó? Tehát úgy gazdag, hogy hagyományos civil tevékenységből gazdag. Mutass nekem egyet.
Érted? Miért szerinted a miniszterelnökünk boldog? Gyurcsány boldog? Hát mutass már a parlamentben egy boldog embert. Oké. De mutass az összes politikus közül Európában egy boldog embert is. Érted? Mit tudom én, itt vannak a leggazdagabb magyaraink, jelenlegi magyaraink, ugye az OTP vezér, akkor a másik, mindegy, a Lőrinc. Szerinted ők boldogok? Oké. Okay. Mondom, hát nem az a lényeg, hogy valakinek mekkora vagyona van, az a boldogságnak van 5 feltétele. Tehát 5 feltétele. 5 plusz 1, de mindegy, maradjunk az 5 feltételnek. Hát az első feltétel az, hogy kap elég szeretetet. Érted? Tehát azt gondolják mondjuk a ultragazdag emberek, hogy mit tudom én, neki az a boldogság, meg az a szeretet, hogy megvesz kilóra egy nálánál 30 évvel fiatalabb nőt. Érted? És akkor azt gondolja, hogy ezzel le van tudva a szeretet kérdés. Oké, de ha 30 évvel az kevés, akkor mondjuk 50 évvel fiatalabbat. Érted? És akkor ő már boldog, mert azt gondolja, hogy ő önmagáért szereti az a nő azt a férfit. Nem önmagáért, hanem megvette 5 kilóra. Oké? Ja, és akkor még le is lehet mérni, hogy hány kilós az a nő, és akkor ez azért hány milliót fizetett. Jó, tehát vagy fog fizetni még. Szóval lényeg az, hogy vagy megnézzük, tehát az ember kellő szeretetet kapjon, de hát akkor kap az ember kellő szeretetet, ha kellő szeretetet ad. Na most gondold végig, a gazdag emberek adnak kellő szeretetet? Hát figyelj, a gazdag emberek kezében van a média, és a média azt mondja állandóan az átlag embernek, hogy adakoz. Ilyen alapítványban, olyan alapítványban, ami az ő kezükben van. Röhely, nem? Tehát a gazdag emberek kezében vannak az alapítványok, de az alapítványokban te adakoz, nem ő adakozik a vállalkozásaiból, amit még ráadásul költségként is leírna. Érted? Nem. Hanem, vagy egy részét írná le költségként, ez most lényegtelen, hanem egyszerűen azt akarja elérni, hogy te adakozz az ő alapítványába. Érted? És majd az ő a nagy segítő, érted? De nem az ő pénzéből segít, hanem a tiédből. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy ők milyen szeretetet adnak. Mindent a pénzért csinálják, és ezáltal mindent érdekből csinálnak. Nézd meg, minden. Tehát ha valaki valamit érdekből csinál, akkor ne akarja azt, hogy akkor önzetlenül annak a cseréjét megkapja. Mert ő se önzetlenül csinálja. Vagy ha ő is önzetlenül csinálná, akkor ez meg is történne, hogy önzetlenül kap ő is. Tehát a gazdagoknál, ha megnézed, a szeretet gyakorlatilag semmilyen formája nem létezik. Nincs. Na most, ha egy ember, nem, ember életében, hát gondold végig, hány olyan van, mit tudom én mondjuk, nyer valaki egy lottóötöst, most egy lottóötöst, mit tudom én, hány milliárd. Megnyeri valaki azt a hány milliárdot. Gondold végig, hány ember fogja rögtön szeretni. Tudod, miért szeretik a pénzét? Nem őt, a pénzét. Ugyanaz, mint azok a ribancok, akik hozzá mennek ilyen gazdagokhoz, érted? Azok is a gazdagnak a pénzét szeretik. Világos ez? Ugyanez. Ugyanez. Jó, tehát? Ez azt jelenti, hogy, és gondold végig most, mit tudom én, hány ember venné körül azt az embert, ha megtudnák, hogy mit tudom, megnyerte a lottóötöst. Érted? Hány ember? Tehát hány ember kezdeni el szeretni? És képzeljük el, mondjuk elveszteni azokat a milliárdokat,
Akkor utána abból a hány emberből, utána hány hirtelen nem szeretné? Így van. Csak azért, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Akkor nézzük a következőt. Tehát nincs. Annak ellenére, hogy tele vannak lóvéval szeretet, az nulla. Érted? Tehát ők azt gondolják, hogy a szeretetet az pénzen meg lehet vásárolni. De hát az teljesen érdek. Érted? Teljesen érdek. Na, akkor nézzük. Mi a második egészség? Lehet, hogy még egészséges is az ilyen ember, hagyjuk ezt a témát, jó? Menjünk tovább. Mi a következő? Elismerés. Lehet, hogy kap elismerést, mert belekerül a, mit tudom én, Forbes magazinba, vagy mibe, hogy már ő a világ egyik leggazdagabb embere, és az az elismerés, hogy ő mekkora vagyonnal rendelkezik. És ugye megnézzük, következő szabadság. Hát milyen szabad ember az, aki, mit tudom, egy hadsereggel közlekedik, érted? Milyen szabad ember az, akinek félelmei vannak avval kapcsolatban, hogy megölik? Vagy kirabolják állandóan? Érted, ha még véletlenül túlélni a megölési kísérletet. Tehát gondold végig, mennyire szabadok ezek az emberek? Tehát itt volt nálunk az öreg papa. Hogy az első arra áll nekünk egy ékezetet, és akkor értitek, kiről van szó, ugye? És miért szerintetek ő szabad? Hát ha egy embernek, mit tudom én, több száz ember követi minden lépését, az szerinted szabad? Figyeld, mit tudom, el kell mennie trónolnia, akkor közben a WC előtt ott állnak őrök, az szerinted szabad? Nem tudom, te mennyire szeretnéd, hogyha trónolsz, akkor ott állnának az ajtód előtt őrök. És hallgatnák, hogy milyen jókat rotyogsz, érted? Gondold végig, milyen örömteli életed lenne. Szóval lényeg az, hogy hát az ötből kettő élből nem valósul meg. Hát élből nem. Hát hiányzik a szeretet, és hiányzik a szabadság. De ugye miért kell ezeket az embereket így őrizni? Hát miért a miniszterelnökünk tud egy lépést menni anélkül, hogy nem mennének vele a testőr? Nem. Érted? Miért kell? Vagy a miniszterelnökök itt Európában tudnak így ide-oda menni, úgyhogy nem menjenek velük testőrök? Nem tudnak. Miért kell? Hát mi nem etikusak, nem? Persze volt már olyan a Földön, hogy valaki etikus volt, és mégis meggyilkolták. Persze, van ilyen. De hát ha valakit meggyilkolnak, az nem véletlen. Az sem véletlen. Tehát mit mondok példát. Múltkor olvastam egy cikket arról, hogy ugye a múlt század forduló előtt ugye mi történt Sziszivel. Ugye Erzsébet királynővel. Tehát ugye Ferenc József feleségével. Ugye a múlt század forduló előtt, tehát nem most, hanem azelőtt 100 évvel, meggyilkolták egy olyan ember, akinek tök mindegy volt, ki gyilkol meg, csak az volt a lényeg, hogy valakit a királyi házból. Érted? És pont azon a környéken volt, ahol a Sziszi királynő járt testőr nélkül. Érted? Csak a, mit tudom én, társalkodó nőjével volt. És megtudta, mert meg inkognitóba ment, de felismerték, és elterjedt, hogy ott van a településen, érted, a kisvárosban. És ez a hülye gyilkos fogta és ment, és kivárta, hogy legyen egy olyan helyzet, ahol hasba döfheti, érted, egy törrel.
Érted? Na most gondold végig, hogyha ő maradt volna Ferenc József mellett, akkor itt nem lett volna első világháború. Lehet, hogy lett volna, de akkor nem lettek volna benne az osztrákok. Ha az osztrákok nem lettek volna benne, akkor a magyarok se lettek volna benne. Tehát szerinted az ilyen embereket vajon kik biztatták fel arra, hogy mondjuk egy tényleg ő a hölgyet, aki létrehozott mindenhol békét, minél hamarabb elpatkoljon. Érted? És ez nem összeesküvés elmélet, érted? Tehát ahol a Erzsébet királynő megjelent, bárhol ugye a Európában, mert ugye Európában volt, mit tudom, az olaszoknál is békét teremtett, érted? Bárhol, akik szemben álltak Ausztriával, Magyarországra jött és békét teremtett. Mindenütt ugye a birodalmukon belül békét hozott létre, azáltal, hogy élt. És meghalt, és utána a béke az fel lett rúgva, rövid időn belül, tizenvalahány éven belül, nem egész 20 éven belül. Érted? Tehát lényeg az, hogy ugye neki volt egy olyan szerepe, hogy ha ő él tovább, akkor itt nincs háború. Érted? Lehet, hogy lehet volna, csak mi nem vettünk volna benne részt. Semmi se az osztrákok. Világos ez? Na mindegy. Szóval, nem is erről szeretnék beszélni, csak arról, hogy ugye vannak tehát olyan emberek, akiket jó emberek voltak, és mégis eltettek láb alól. Na most akkor nézzük tovább. Tehát egyetlen egy megoldás van arra, hogy az ember boldogan élje az életét. Arra nincs más megoldás, csak a tudás. Tehát a gazdagok nem boldogok. De ha neked van tudásod, akkor tudsz jó módú vagy nagyon jó módú lenni. Érted? Ugye tudod, mi a baj a gazdagsággal? A gazdagsággal az a baj, hogy más megirigyeli a te gazdagságodat. Érted? És el akarja venni. Hát ha megnézed a gazdag embereket, tehát nem csak a politikusok, hanem a nagyon gazdag emberek is testőre járkálnak. Tehát mit tudom én, ha elmegy a gyereke iskolába, akkor testőre. Érted? Elmennek boltba, akkor kíséri a testőröket. Milyen élet ez? Gondold végig, milyen élet? Hát ez nem élet, ez nem szabadság. Tehát, hogyha ha megnézzük, tovább nézzük ugye a gazdagokat, akkor azt látjuk, hogy ugye a világon van egy vagyon. Ugye vagyon érték. Hát úgy lehet valaki gazdag, hogyha más szegényebb lesz. Úgy lesz valaki ultra gazdag, érted, hogyha más szegényebb lesz. És ha megnézed, a nagyon gazdag embereknél több pénz van, mint a bolygó összes embereinél együttvéve, érted? Mármint úgy értve a nem gazdagokat figyelembe véve. Tehát manapság a gazdagság olyan mértékű, hogy a gazdag emberek nagyobb vagyonnal rendelkeznek, mint a bolygó összes többi másik lakossága, amelyik nem gazdag. Értitek? Ugye a gazdag emberek száma, hát az igazán gazdag emberek száma, az nincs 1%, tehát nincs 1%. A jómódúak ugye, és a gazdagok összevetve kb. 3% a bolygón. Tehát a jómódúak és a gazdagok. A 97% az nem jómódú és nem gazdag, a 97% az kevesebb vagyonnal rendelkezik, mint a 3%. Világos ez? Tehát a gazdagok mostanában olyan gazdagok, hogy
mit tudom én, mondjuk két gazdag család, mit tudom én, a világ legnagyobb adósságával rendelkező országoknak az adósságát ki tudná fizetni. Érted? Ugye a világ legeladósodottabb ország, az például az Egyesült Államok. És itt tudom én, mondjuk a Rothschild meg a Rockefeller család az Egyesült Államok adósságát az ki tudná fizetni. Csak úgy mondtam példaként. Tehát akkor a mi adósságunk itt Magyarországon az módli ahhoz képest, mint mondjuk az USA-nak a az adóssága, vagy mint mondjuk ezeknek a családoknak a vagyona. Világos? Tehát amikor arról van szó, hogy milyen gazdag emberek vannak a Földön, családok sokkal gazdagabbak. Van 13 ultra gazdag család. Tehát ultra gazdag. Hát nekem van egy küldetésem, amikor, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit fogok most mondani, amikor azt mondták nekem, nem ember mondta, hanem ezt egy látomásba kaptam, tehát éjszaka, hogy én vagyok az egyetlen esély, majd utána azt mondták, mikor már haladtunk később, hogy mi vagyunk az egyetlen esély. Mire? Arra vagyunk az egyetlen esély, hogy olyan tudást juttassunk el az emberiség számára, ami miatt az emberiség képes túlélni. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy miért képes túlélni. Azért, mert lehet tudás nélkül túlélni, mert ez bebizonyította ez az elmúlt pár ezer év, hogy lehet tudás nélkül túlélni. Nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy ennek az emberiségnek az ideje lejárt 2012. 22-én lejárt. Az azt jelenti, hogy akkor volt egy világ vége, idézőjelben, egy korszak vége. Tehát gyakorlatilag már egy új emberiségnek kellene lenni, ennek az új emberiségnek az a neve, hogy Homo novus. Tehát új ember. Homo novus. Már az új emberiségnek kellene lenni. Nem a Homo sapiensnek, a Homo novusnak. És ennek a Homo novusnak mindenféleképpen meg kell valósulnia. A Homo novusnak az a lényege, hogy gondolkodó ember. Tehát új ember, gondolkodó ember, aki nem az érzelmeire hagyatkozva dönt és cselekszik. Jó? Hanem gondolkodik. Na most ez a Homo novus, ez gyakorlatilag pár ilyen ember van jelenleg a bolygón, aki Homo novusként tud működni. A többiek azok nem tudnak még. De azért nem tűnt el a Földről az emberiség, és azért nem hozták az új emberiséget, mert sok a jó ember. Ezért ugye van ez csinálva, ami most van a világban, hogy az embereket nagy próbatétel elé kell állítani. A próbatétel vagy igaz, vagy egészségedre, vagy megöli az embereket, tehát meghalnak, magyarul a próbatétel öli meg, tehát meghalnak. Ez olyan, mint a mesékben, tudod. Hát, hogyha nem győzöd le a sárkányt, akkor a sárkány győz le téged, és te meghalsz. Ennyi. Érted? Hát a mesében is így volt. Tehát a próbatételnek mindig az a lényege, hogy vagy legyőzöd a próbatételt, vagy meghalsz. És a próbatétel arról szól, érted, hogy olyan szintre süllyeszteni az embereket, lesüllyeszteni, hogy kénytelenek legyenek segítségért kiáltani. Oké? Ez olyan, mint a, tudod, a zuhanó repülőn nincs ateista.
Tehát a zuhanó repülő, mindenki azt mondja, hogy Istenem segíts. Tudod? Na hát ilyen időszak elé néz az emberiség, ahol vagy elkezd fejlődni, és elkezd homonó visszaválni, ahol képes az érzelmein uralkodni, vagy meghal. Hát gyakorlatilag ez van a bolygón. Az emberek azt gondolják, hogy ugye ez, hát ez nem ez, ami most van, hanem mit tudom én, mondjuk az, hogy legyen egy világméretű diktatúra. De a világméretű diktatúra azt eredményezné, hogy vagy meghalsz, érted? Tehát ott a világméretű diktatúra azt eredményezné, hogy maradna egy-két pár százmillió ember a bolygón, a többi meg ellene pusztulva. Érted? Tehát itt mindenféleképpen ez az emberiség ilyen formában, ha tetszik neked, ha nem, halálra ítélt. Hát ez az emberiség a végjátékát játsza. Tehát itt vagy átalakulnak az emberek egy tudatos emberi lényé, az ösztönös emberi lényből, a homo sapiensből a homo novisá, hát vagy meghalnak. És hogy te mit gondolsz a halálról, most ez engem abszolút nem érdekel, megmondom őszintén, és nem is fogok erről neked mondani semmit. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy ez van. Nem kell ezt elhinni, csak tudod, az a baj, hogy eddig amióta én kapok információkat, nem emberektől, hanem sokkal magasabb szintű lényektől, én azt úgy hívom, hogy a teremtőinktől, vagy teremtőmtől, és amióta kapok, minden információ bejött. Minden úgy lett, ahogy mondták. Ezek a nehézségek is, amik itt vannak ebben a három évben, ez általam előre megjósolt, nem én jósoltam meg, én nem tudok jósolni, nem is akarok, hanem szépen elmondták azt, hogy mi lesz. Jó? Mert az engem sose érdekelt, hogy az milyen formában lesz, ami lesz. Ez engem érdekelt, az érdekelt, hogy mi lesz. Oké? Tehát engem az nem érdekelt, hogy Covid lesz, vagy háború lesz, az részletkérdés. Világos ez? Itt az a lényeg mindig, hogy nehézség lesz. Milyen mértékű nehézség? Vagy nem lesz nehézség? Világos? Az, hogy milyen nehézség, sose érdekel. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell ezt elhinni. Éld úgy az életedet, ahogy akarod. Nekem aztán tök mindegy. Érted? Nekem aztán teljesen mindegy, hogy te életben maradsz, vagy meghalsz, nekem aztán mindegy. Érted? Mert én már ezzel rég túl vagyok, hogy ez érzelmileg rám hasson. Nekem az a lényeg, hogy van egy dolgom, hogy minél több ember tudatosodjon, és minél több ember homo novisá váljon. És aki nem akar homo novisá válni, leszarom. Érted? Ilyen egyszerű. Bárki legyen is a bolygón. Világos? Nem érdekel. Egyszerű. Oké. Okay. Jó, tehát nem érdekel. Engem az érdekel, aki meg akar változni. Érted? Mert engem, én az a megbízatást kaptam, hogy ezt megcsináljuk. Nem megcsináljam, megcsináljuk. Azokkal, akik ebben hisznek. Érted? Én tudom, hogy így lesz, tudom, hogy lesznek a dolgok, te meghihetsz benne, bár vannak, akik már ezt tudják, hogy úgy lesz, mint ahogy mondom, de sokan még csak hiszik. Nekem az bőven elég. Érted? Most gondold végig, mit veszthetnél azzal, hogyha egy olyan emberek vennének körül, akik tudatosak? Azzal mi a manót veszhet? Ja, nem tudnád elnyomni. Hát basszus kucs, leszarom. Érted? Oké? Okay. Ilyen egyszerű. Hála Istennek, hogy nem tudnád elnyomni. Mert eddig elnyomta eleget. Világos ez?
Mert a tudatos embereket nem lehet elnyomni. Ilyen egyszerű. A minél tudatlanabb egy ember, annál jobban tudod elnyomni. Hát tudod, mikor ezt a seggedbe azt. Oké? Okay. És az se tetszik, hogy hogy nyilvánulok meg ezzel kapcsolatban, az sem érdekel. Ja? Ilyen egyszerű. Jó, tehát lényeg az, hogy én tudom, hogy fáj az igazság. Tudom, hogy az embereknek fáj az igazság. És kénytelenem vagyok időnként ilyen drasztikusan kifejezni magamat. Hogy hát, ha akkor észbe kapsz. Érted? Hát, ha akkor. Mert akkor tudod mit? Kihozom belőled az érzelmeket. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy a homo sapiens az eddig tartott. Itt van egy határidő. 2035-ig még a homo sapiensek próbálkozhatnak magukkal. Oké? Okay? Addig. Ez nem annyi. De nagy baj lenne, hogyha nem lennének homo novisok itt a következő időszakban, nagyon sokan. Miért? Mert akkor marad a bolygónak ez az alacsony szintű rezgése, mert ahhoz, hogy fölemelkedjen, ugye a bolygó rezgése az a homo sapiensnek el kell tűnnie, és a homo novisnak kell előjönnie, kifejlődnie a homo sapiensből, és onnantól kezdve ugye megemelkedik a bolygó rezgése, és annak mindenféle pozitív következménye lesz. Ha ez nem történik meg, akkor ezt a bolygót eltüntetik a naprendszeri bolygók sorából. Na, és akkor itt is lesz egy olyan, hogy hívják, vagy lenne egy olyan fajta kisbolygóövezet, mint ami már van a naprendszerünkben, a Mars után. Jó, tehát ez van. Jó, tehát mondom, nyugodtan lehet azt gondolni, hogy éldegélet itt az életedet, eddig, mint ameddig éltél. Hát ha megnézed, a bolygón a legtöbb ember az nem tudja úgy élni most az életét, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, hanem csak rosszabbul. Ennyi. Oké? Okay? De te lehet, hogy azt gondolod, hogy majd itt szépen elérdegélsz. Hát én meg mondom neked, hogy ez nem így működik, jó? Mert ez az idő lejárt. Oké, okay, és itt a vég időszakban az embernek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fejlődjön ezeken a területeken. Jó? Ja? És ide ez is tartozik, a 10-es pont. Jó? Ja? Csak úgy felhívom a figyelmedet. Tehát ezeken a területeken az embernek egyszerűen tudni kell boldogulni, és mi olyan képzéseket nyújtunk, amely ezekre a területekre teljes tudást nyújt. Érted? Ezért ez a tudás nem pár hét, nem pár hónap, még csak azt mondanám, hogy nem is pár év. Hanem ez egy életre szóló tudás. Érted? És akkor itt szóba kerülhetnek olyan dolgok, amit megint nem kell elhinned, hogy élj homo novisként majd sokkal hosszabb életet ezzel a testtel. No? De ez... most még nem téma. Jó, ennek már a technológiaja nálam van. Ennyi. Oké. Okay. Szóval, lényeg az, hogy várunk benneteket szeretettel, gyertek tanulni egy olyan közösségben, ahol tényleg az emberekért folyik minden, és az ember jól működik, akkor ez a világ jól fog működni. Oké, okay? És az emberek jól működnek, akkor a világunk fog jól működni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük mesterünknek ezt az izgalmas képzést. És hát nem odalmas, az biztos. De ez van, ez van, ez az igazság. És akinek ez fáj, talált, az azzal nem tudom mit kezdeni. Nincs itt a helye. Muszáj valahogy, muszáj felrázni az embereket, mert azt veszük észre, hogy annyira magukba vannak fordulva, főleg
Covid járvány óta, hogy elképesztő, milyen szinten megszakadtak kapcsolatok, annyira elkezdett az emberek hangulata romlani, hogy az valami iszonyat. És egy megoldás van, a tudás. És módszerek. És itt nálunk egy helyen meglátó minden. Nekem az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem a képzésemet a PPA Nyílt Akadémiánál, és azóta is tanuló vagyok. És a Nyílt Akadémia ember és adatjobbító képzései, coach képzései által az életemben jobban tudok boldogulni, például a párkapcsolatban, párommal, a gyerekeimmel, szülőmmel, és a többi emberrel is sokkal jobb a kapcsolatom, mint bármikor eddig az életemben. És nekem nagyon gyenge volt az önbizalmam, önértékelésem, önbecsülésem, mert egy olyan családban nőttem fel, ahol igazából nem nagyon kaptam szeretetet, elismerést meg főleg nem kaptam, dicséretet aztán meg végképp, ilyeneket nem kaptam. Nagyon-nagyon ritka volt, amikor valami miatt esetleg elismertek volna szüleim, vagy a család, iskolában meg aztán végképp nem igazán kaptam semmit. És igazából mióta itt tanulunk a PPA Nyílt Akadémiánál, mondhatni, hogy egy nap alatt több elismerést, meg több szeretetet kaptam sokszor, mint addigi életemben összesen talán. És ugye ez nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember egy olyan környezetben legyen, ahol szeretetet, hát nyilván nem csak tud kapni, hanem tudok adni is másoknak szeretetet, meg elismeréseket is tudok adni, és tudok kapni is. És hát csak röviden szeretnék egy olyan dologról beszélni itt a végén, hogy szabadság, szabad élet, mert az emberek ennek most nagyon hiányát élik, mi azt tapasztaljuk minden téren, és hát nálunk ez a szabad élet, ez elérhető. Ugye mit jelent ez a szabad élet, hogyha egy kicsit jobban konkrétabbá tesszük? Mert tudod-e azt tenni, vagy ismersz-e olyan embert, vagy embereket, akik meg tudják azt tenni, hogy oda mennek, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, azzal, akivel akarnak, és addig maradnak, ameddig akarnak. Tehát ezen egy picit el lehetne gondolkodni, hogy hány olyan embert ismertek, vagy ismersz, aki ezt meg tudja tenni. Szabadság az valójában ezt jelenteni, és nálunk itt a PPH Nyílt Akadémiánál ez a szabad élet, ez a szabadság bárki számára elérhető. Hogy hogyan? Hát kérdezd meg azt az embert, aki esetleg kapcsolatban vagy, aki ajánlotta neked ezt az előadást, vagy ha látsz videókat, vagy láttam a videókat, vagy tetszett neked ez a videó, akkor én azt tudnám neked javasolni, hogy keress egy szimpatikus embert a Facebookon, vedd fel vele a kapcsolatot, és kérdezd meg tőle, hogy hogyan lehetsz itt nálunk tanuló. Fog neked ebben segíteni, ha kérdéseid vannak, fog ebben abban is segíteni, és gyere ide tanulni, minél hamarabb, és legyél szabad ember. Mi már elmondhatjuk magunkról, hogy nagyon közel vagyunk ehhez a szabad élethez. Mondhatjuk azt, hogy talán fél lábbal már ott vagyunk. Igen, a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által mindenki élete, aki itt tanul és ezt komolyan veszi, és ezt az élete részévé teszi, biztos lehet benne, hogy csodálatos lesz. Mivel most gyermeknevelés coachképzésünk folyik jelenleg, ezért két nagyon rövid történetet el szeretnék mondani, mert minket ez nagyon érint, mert két kisgyermeket nevelünk. És legtöbbször, mikor hallgatjuk
ugye mindig élőben hallgatjuk az előadásokat, szerda és vasárnaponként. Mindig ott vannak, ha nem is mellettünk, de körülöttünk. Vagy ha egy másik helyiségben vannak, akkor is hallják, mert hangosan megy a képzés. És egyik nap a kisfiú hazajött az iskolából azzal, hogy hittanórájuk volt, és a tiszteletes nénivel vettek valamilyen történetet, de egy ilyen negatív történet volt, balesetről szólt, és mondta, hogy anya, minden gyerek elkezdte mondani, hogy, hogy híradót néznek, meg hogy ilyen balesetet láttak, meg olyan, ők erről tudnak, arról tudnak, és olyan rossz érzés volt, anya, és már bánom, hogy nem mondtam, hogy fejezzétek már be, ne beszéljetek erről. És ez erre egy hétre rá a kislány jött haza az óvodából, és azt a kislány nem hallotta ezt a beszélgetést a kisfiúval, hogy kitalálta volna, mert biztos, hogy nem. És mondta, hogy beszélgettek a két-három kis barátjával, és mondták, anya, hogy ők szokták nézni a híradót. És mondtam nekik, hogy hát azt nem szabad nézni, attól nagyon rossz lesz a hangulatotok. És azt mondták nekem, hogy kit érdekelsz, Norina. Norinának hívják a kislányt, és rosszul esett, annyira rosszul esett neki, és mondta, hogy nem baj akkor, hát akkor nem játszok veletek, és hazajön másnap, és akkor mondta, hogy anya, most már ezzel a kislánnyal játszok, megkérdeztem, és azt mondta, hogy ő nem szokott híradót nézni. És harmadnap hazajött, akkor pedig azzal jött haza, hogy anya, kibékültem a többiekkel, és azt mondták nekem, hogy hát Norina, nem fogunk többet mi se híradót. És hogy már gyerekként elkezdték úgymond a tanítást az óvodába, meg az iskolába, hogy na, annyira fontos, hogy ők is hallják. Azt hiszük, hogy ők nem értik, hogy miről van szó, de nagyon is megértik. Ők nagyon-nagyon értik, és ha egy gyerek megérti, hogy itt miről van szó, akkor nem hiszem, hogy egy felnőttnek ezzel gondja lenne. És nagyon, nagyon nem mindegy, hogy milyen generációt nevelünk fel. Nagyon nem mindegy. Ha tanulóként szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Még egyszer megköszönjük Szadacsik Miklósnak, hogy házigazdák lehettünk a mai nap. Óriási megtiszteltetés, és nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük. És még én szeretnék beszélni arról, hogy a képzéseink díjáról, ami gyakorlatilag bárkinek megfizethető. Az első havi tandíjunk az 19.700 forint, és a második hónaptól 12.500 forint havonta. De higgyétek el, hogy ezt, ha ezt megtapasztaljátok, azt fogjátok mondani, hogy szinte ajándék ilyen áron. Olyan felbecsülhetetlen értéket, tudást kapunk hétről hétre, képzésről képzésre, hogy azt nem tudjátok elhinni. Ezért gyertek és tapasztaljátok meg. Hát ennyi pénzt igazából bárki bemegy a boltba, egy kis bevásárlással simán elkölt, és a táskában gyakorlatilag meg sem látszik. Két kézben meg lehet kapni azt a, mit veszel, gyakorlatilag ennyi pénzért a boltba, és itt pedig az egész életedet meg tudja változtatni ez a tudás. Ami nem csak tudás, hanem konkrét lépésről lépésre módszereket is kapsz, ugye. Nagyon fontos ezt kihangsúlyozni az életed minden fontos területére. Tehát mérlegre tesszük ezt a két dolgot, hogy boltba ugye mit kapsz 12.500 forintért, és itt pedig az életedet tudja megváltoztatni, akkor döntsd el, hogy neked melyik a szimpatikusabb. És azt szerint keresj olyan embert, aki Facebookon, aki tud neked ebben segíteni, hogy ide be tudj kerülni. Kérjél segítséget ebben, és fognak neked segíteni. És sok ember azt hiszi, hogy kifizet, Isten tudja milyen összegeket, és napok alatt, vagy egy-két pár hét alatt meg tudja változtatni az életét, vagy megoldani
dolgokat az életében, kap olyan tudást, de hogy gondolhatja azt egy ember, hogy amit x év alatt, 20, 30, 40, 50 év alatt elrontott magában, vagy nem jól működött, hogy azt egy pár nap alatt majd ki tudja javítani. Egyik napról a másikra, hogy rövid idő alatt, ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Tehát folyamatosan annyi blokk, annyi negatív dolog ért minket életünk során, hogy most vesszük észre azt, hogy mikor már azt hiszük sokszor, hogy na, talán ez most már ez rendben van, mindig jön egy olyan dolog, hogy hú, ezt még most még mindig nem tettem rendbe magamba, itt még mindig kell csiszolni rajta. Uh-huh. Nem lehet rövid idő alatt. És rengeteg területe van az életünknek, mindegyikkel összefügg, és itt mindenre van megoldás, tudás, segítség. Volt egy olyan helyzet, hogy beszélgettünk egy hölggyel, aki két gyereket nevel, és ez februárban volt, és hát felkínáltuk neki a lehetőséget, hogy jön ide tanulni. Ugye akkor 9800 forint volt még csak a tandíj, ugye a második havi, és hát mégis nem kezdte el, és aztán nemrég ugye az egyik tanulónkkal felvette ugye a kapcsolatot, és elment nála, és beszélgettek, és kiderült, hogy ez a hölgy ez azóta befizetett pénzt egy képzésre, egy másik képzésre, kapaszkodjatok meg, 600 000 forintot fizetett ki egy másik képzésért, ami pár hetes képzés volt, és kérdezte tőle, ugye, akivel kapcsolatban volt, meg ugye, tehát mi tanulunk, hogy és mit kaptál 600 000 forintért azon a képzésen, miben lett jobb az életed? És a hölgy gondolkodott, és azt mondta, hogy hát, valójában semmivel. És megérte. 600 000 forintot kifizetni pár hetes képzésért, amiben azt ígérik, hogy az életed majd meg fog változtatni, vagy meg fog változni. Hát, hogyha ezt mér... Itt nálunk gyakorlatilag 5 évig tanulhatsz nálunk abból a pénzből. 5 évig. És olyan dolgokat kapsz, amit tudsz használni. Így és van. Megoldásokat. És mi látjuk azt, hogy itt az embereknek az élete tényleg változik. Tehát nem az van, hogy elmennek valahova, és utána nincs segítség, nincs megoldás, nincsenek benne egy szeretett közösségben, és nem változik az életük valójában, vagy csak minimálisat, hanem itt tényleg azt látjuk az embereken, akik itt vannak, és itt vannak folyamatosan, és a képzéseket be is építik az életükbe, mi azt tapasztaljuk, hogy itt tényleg az emberek változnak pozitív irányba. Minél tovább vannak itt az emberek, mi azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy annál inkább kezdenek változni a jó irányba. És nagyon hálásak vagyunk Szentecsik Miklós mesterkócsnak, hogy létrehozta ezt a PPA Nyílt Akadémiát, mert hogyha ez nem lenne, ezt az emberiséget le lehetne húzni a WC-n. És ezek nem nagy szavak, ezeket mi már megtapasztaltuk, hogy ez így van. Bizony. Úgyhogy én azt tudom tanácsolni, hogy mérlegelj, gondolkodj, hogy árérték arányban neked mi a jobb, és keress valakit, aki neked szimpatikus a Facebookon, egy PPH Nyílt Akadémia tanulót, szervezőt, vagyunk hál' Istennek már rengetegen, vedd fel vele a kapcsolatot, és kezd el minél előbb a tanulást, mert minél előbb kezded el, neked annál jobb lesz. Úgyhogy köszönjük szépen szeretném még valamit mondani? Csak én is szeretném megköszönni mesterünknek, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és hogy itt lehetünk veletek. Köszönjük szépen, hogy házigazdák lehettünk, és hamarosan folytatjuk. És most szeretnék elköszönni azoktól, akik ugye követnek bennünket a online videón. Köszönjük szépen!